Finomabbnál finomabb illatok terjengtek a levegőben Gyenesdiás termelői piacán a hétvégén. A krumpli széles körű elkészítési módjait tekinthette és ízlelhette meg az érdeklődő. A pincepörköltől kezdve a tócsin át a paprikás krumpliig mindenféle burgonyás főétel és desszert is készült a helyszínen. Gerencsér Mária és a nagyrécsei sütő-főző csapat már 13 éve rendszeres versenyzője a gyenesdiási megmérettetésnek. A megszokottnak számító dödölle és gulyásleves mellett egy helyi különlegességet is hoztak magukkal. Burgonyás étel, burgonyás puffancsnak hívják, és ez élesztővel, burgonyával, liszttel készül, és egy fahéjas porcukorba van megforgatva. Ez egy kis különlegesség, amit a nagyszüleinktől, illetve a szüleinktől tanultunk meg, és nagyon szeretik a felnőttek, imondott kedvence a gyerekeknek. Főzve, sütve, nagyon finom a burgonya, ahogy másút használják, krumpli vagy pityóka. A fesztiválon Gál Lajos a település polgármestere, valamint dr. Polgár Zsolt burgonya nemesítő és Veres Ferenc a zsűri elnöke is köszöntötte mind a program látogatóit, mind a versenyre érkező összesen 7 csapatot. Az esemény idei védnöke, a rádió személyiség és gasztroblogger Vágó Piros már visszatérő vendég Gyenesdiáson. Nagyon szívesen jöttem, mert nagyon jó emlékekkel mentem el annak idején innen, meg hát a Balaton az amúgy is külön helyet foglal el a szívemben. Úgyhogy ez volt az indíték, az meg, hogy ez egy gasztrofesztivál, az nyilván egy ilyen plusz adalék volt benne, és nagyon tetszik az, hogy egy kis rendezett az egész, hogy bár kint van egy csomó ember, de nagyon szépek a kis ételudvarok, tehát ahol a csapatok főznek, olyan gusztusos az egész. Dr. Polgár Zsolt szerint az átlagember burgonya és burgonya között nehezen tud különbséget tenni, pedig fontos tisztában lenni azzal, hogy milyen ételhez milyen típusú krumplit használunk fel. Vannak kemény húsú, nem szétfővő fajták, amelyek ilyen hidegkonyhai készítményeknek, salátáknak alkalmasak leginkább. Ezeket A-típusú burgonyafajtáknak hívjuk. Vannak olyanok, amelyek B-típusba tartoznak, és ennél már egy magasabb kemítőtartalmú burgonyák csoportja, mint az A-típusúak. Őket inkább főzve célszerű fogyasztani. És vannak a C-típusú burgonyák, ahol kimondottan magas a kemítőtartalom, és ezekből a fajtából kell mindenféle sült ételt elkészíteni, és ugyanúgy a burgonyapürét is, vagy akár chipset. A burgonyákat több mint 40 tulajdonság szerint minősítik, ezek között van a nyers, illetve főtt szürkülés, íz, állag, vagy éppen a szín. A keszthelyi burgonyák országos szinten ismertek és elismertek.